Sziasztok, ez itt a Párásító Podcast, én pedig Charlie vagyok. Akik ma velem vannak... Ficsor Zoltán, azaz Fifika. És Mikó Krisztián, alias Mújó. Mújó a röhögőgép. Mi történt, hogy... Ez az influenza mellékhatása? Beleröhögtél? Eszembe jutott a múltkori bekiabálásom, hogy és én. Annyira viccesnek találtam, hogy elpuncogtam meg. Az élet apró örömei. Hát igen. De akkor most már kilábaltál a... Nem én. Nehezen adja magát nagyon. De ez valami már... Másik fajta jószág, mert se nem láz, se nem ilyen izét, szar közérzet, csak ilyen kényelmetlenség, orfolyás, meg hasonló dolgok. Egyik ismerősöm járt így, hogy kihívták hozzá a mentőket, annyira szarú volt, ilyen 80/70 volt a vérnyomása, vagy 70/60, nem tudom, de nagyon alacsony. Már majdnem visszafele folyik. Húztak egy EKG-t, bevitték az ügyeletre, hajnalban kiengedték, mondták, hogy bocs, elnéztük, rotavírusa van. Majdnem belehalt. Tehát oda, gyerek kétszer fosik, azt utána rohan ki a játszótérre, ez meg kész volt, mint a matek lecke. Jaj. Gonosz tavaszunk van, jöhetne már jó idő. Jaj, hát akartam a mikrofont, jöhetne a jó idő, hogy kisöpörje innen ezeket a szotyok kórokozókat, mert ez keserves ez az idei tavasz. Szerintem addig nem lesz jó idő, míg Charlie el nem húzza a felhőket. A csendes óceán irányába. Igen, te hallottál már erről, Krisztián, hogy a Charlie megy kentrélezni? Igen. Charlie áll az egész kentrél dolog mögött? Nem is. Tudtad? Is, a mögött is. Bakker. Nem tudtad. Azt majd azért, hát egy picit belengedhetjük már, hogy lesz nekünk nyári szünetünk, úgyhogy majd azt... Tavasszal, tehát nyári szünet. Tavasszal, májustól kezdjük meg szerintem. Akkor te is gyíkember vagy, Charlie? Hogy nem, megy a kőre melegedni, le se tagadhatja. Úgyhogy megint az lesz, hogy hát én nem leszek 3 hétig, szerintem ne erőltessük majd az időzónákon átívelő beszélgetést, meg nekünk is kijár a pihenés, viszont majd akkor nézzünk utána pontosan már ennek szerintem jövő hétre, hogy egészen pontosan mi és hol megengedett a repülőgépeken, repülőtereken, mert például úgy tudom, hogy a Heathrow-n tökre megengedik az elcigizést. De kirepül a Heathrow-ra, Charlie? Hát én megyek Heathrow tranzittal tovább. De... Heathrow fogsz átszállni. Igen, igen. Öcsém, azt a burzsúj mindenit. Most az miért baj? Vagy most attól miért burzsúj? Hát semmi. Ráadásul a legnagyobb tranzitban, mert az ötös. Hát de itt vártál, Fifiko, ezek a transatlanti járatok, ezek nem szarral gurigáznak. Nem, tehát ilyen, ezek nem mennek. Vidéki kis faluban. Nem mennek a külvárosból. Igen, Lutonról hallod? Hát figyelj, hát egy fapados, hát honnan menne? Hát Lutonról, hát egyértelmű. Szóval szerintem jövő héten vagy utána járjuk körbe ezt a témát, mert... Például az is érdekes lehet, hogy mi az, amit kézipodgyászban fölvihetsz, vagy mi nem, mert én is félnék attól, hogy mondjuk a check control-nál azt mondják, hogy nem megengedély, vagy nem engedélyezett eszköz, aztán hát ebbe a dobozba lerakhatja. Szóval nem szeretnék megválni mondjuk valami... Én nem tudom, hogy a Heathrow mit, én Lutonon voltam, tehát én fapadossal mentem Londonig, de ott semmi nem volt, tehát nem is tudom, azt hiszem a kabátomban volt a kuzi, meg a GS. Hát de csak ki kellett venned, mikor átmentél nem, a fénydetektoron? Nem. Hát igen, de benne volt a kabát zsebemben, tehát kiraktam a tálcáratod a cuccaimmal együtt, a folyadékokat kivettem,
és ilyen átlátszó zacskóban volt, az ki, még csak nem is, tudod, ez a repülőtéri lesimító sélű, hanem egy sima ilyen kiflis nejlon zacskó volt. Hát figyelj, fapados járatra minek? Hát ott elmondom neked, hogy én jöttem olyan transatlanti járattal, hogy a CBS szatyor volt a figuránál, nem a kézipodgyász. Most nem CBS szatyor volt, hanem valami hasonló, de tehát ilyen reklámszatyor. Reklámszatyor. Én ezt nem akartam elhinni, hogy mondom, a repülőgépre reklámszatyor. Na, hát még szóval... amikor a izébe vásárolsz a Duty Free-ba, ott milyen szatyrot kapsz? Az is egy reklámszatyor. Na de várjál, ne tévesszük el a házszámot, ez nem olyan volt. Ez olyan volt, de még kinézetre is, mint amivel már ötször megjártad a nagy bevásárlást. Tudod, a külsején és már menet közben bomlott le, érted? Hát azért annyira nem, de úgy a színek már úgy be voltak repedezve, meg ott meg voltak kopva. Na, úgyhogy szerintem én ezt a témát körbe fogom most olvasgatni, hogy mit lehet fölvinni, mit nem, nagy aksit, kis aksit, folyadékot. Én szerintem a likvidet azt a izébe fogom rakni, a nagy bőröndbe dupla simítózárassal. Ki kell venni, Charlie? Mi az, hogy ki kell venni? Ki kell venni a folyadékot, tálcára kell tenni, ki kell venni. De én most én nem kézipodgyászról beszélek. Tehát én föladnám a nagyban. Ja, hogy a föladod a repülőre? Folyadékot? Hát magamat is a repülőre adom föl. A nagyba, igen. Le a hasába. Csomagba föladhatsz jóformán bármit. Úgyhogy arra gondoltam, hogy... Én lehet, hogy inkább a kézibe vinném. Ne, hogy aztán az legyen, hogy ott látnak érted egy ilyen 100 millimálnát, bazd meg, és azt gondolják, hogy nitroglicerin málnának. Nem, ezzel az a trükk, hogy kézipodgyászban nem engedik fölvinni, mert amit föladsz rendes csomagként, ahhoz nem férsz hozzá az út közbe. Úgyhogy oda igazándiból bármit belerakhatsz, csak magaddal a gépre kézipodgyászként nem viheted ezeket. Igen, ezért gondoltam, hogy ez pont olyan, mint a kisolló, hogy azt elveszik. 100 millig viheted a kézipodgyászba is. Tehát 100 millinél nem lehet nagyobb kiszerelésben. Csak akkor nem vihetsz magaddal folyadékot. Igen. Igen. Inni valót. Ja. Mondjuk nem sok illetve, folyadékot. Illetve vihetsz, csak nem... Inni valót egyébként is csak a csekkolás után tudsz. Hogy igen, hogy ott rohadjon meg, mert mikor jöttünk hazafele, akkor két de fél literes... forintos ásványvizet. Ahogy mondod. És nem 65 forint az ásványvizet. Két fél literes üdítőt vettünk még a tranzit előtt, és ez most nem tudom, hogy a légi marsal volt-e vagy sem, de mondták, hogy az marad. Jaj, mondom, tudom, 100 milli, akkor leiszok még belőle. Azt mondja, nem, a flakon, marad. Úgyhogy ezért akarom körbe futkarászni a témát, meg szerintem még azt se tudom igazából, hogy a repülőre milyen készséget vigyek, erősen hajlok. Hát igazából, ha nem sajnálnám, akkor vinném a billetboxot, mert az olyan menő. Az olyan utazós. Igen, de szerintem valamilyen Vision Spinner-szerű Helix kombó lesz. Az pont elég lesz a repülő útra. Én ajánlanám neked a CE5-öt. Nem, én valami egész old school-t akarok, hosszú bajszos Helix-et mondjuk. Az attól a legold school-abb a rövid bajszos, azt tudom. Ne, nem, nem, én különben viccet félretéve itt van nekem a tatyóban kis 35 millis kartók kiukasztás nélkül, ugye a billetboxhoz van egy raklappa, úgyhogy ezen is gondolkoztam, hogy mi lenne, hogyha kartózgatnék ilyen old school-ba, tudod, hogy csak ráraksz egy drippet, az hadd szóljon. Úgyhogy még ez is játszik. Aztán a bőrönbe meg majd valamit, de még majd ezt is meg kell néznem, hogy X és Y és Z helyeken szabadtéren lehet-e, mert ha jól emlékszem, ott, ahova megyek, ott például nem lehet. Itt az ideje, lázadj, Charlie, lázadj. Hát, ha visszaemlékeztek, beszéltünk róla, hogy volt a New Yorkban, melyik parkban is? Valamelyikben ott emlékeztek, hogy valamilyen engedetlenségi mozgalmat szerveztek, aztán jól nem hallottunk róla semmit. Úgyhogy lehet, hogy
csírájában Nem is folytatták emlékszem, el. lehet, hogy hiányoztam éppen. Nem, akkor szerintem nem. Na, úgyhogy ezt majd a jövő hét adásmenetében föl is vésem szerintem, mert a héten is kérdezték már ezt, hogy csomagolják, hogy vigyék. Ez érdekes téma lehet így, hogy közeleg a nyár, aztán. Meg hogy szállítsuk, mert hát ugye ott a nyomáskülönbség miatt nem mindegy, hogy mondjuk egy tankazánod az hogy pisálja össze magát mondjuk a repülőgépen. Igen. Vagy esetleg a nagy csomagban hirtelen a kazánokból. Nyomásváltozás nagyon furcsa dolgokat tud okozni. Igen, úgyhogy azért a zacskó mindenféleképpen. Én javasolnám az üvegben vitelt, azt nem nyomja össze a légnyomásváltozás, még a kis műanyag flakonokat simán. Hát egy decis üveg, nem. Nem tudom. Majd keresek addig valamit. Hát ilyen, hogy hívják? Mixtúra pectoralis a Hát gyógyszertárból. vagy ilyen kemény műanyag flakon, az is jó. Hát miért az nem jó, mint ami az MG-nek a flakonja? De. Azért mondom. Ez kemény, mint De. Tarzan sarka. Úgyhogy szerintem ez lesz. No, mindegy, ez a kis spoiler volt a jövő heti vagy utána levő adásra. Kezdjük a mostanival, illetve a témákkal. Én megszakítanám az adást egy szolgálati közleménnyel. Okré. A Igen, gőzlér. A ezt gőzlér szerettem szó volna helyes is. használatáról. A gőzlér az gőzlér, és nem gőzler, és aki gőzlernek ejti, annak elveszem a TH-ját. Az már inkább akkor Gozler. És egy Igen. ember mondhatja így, és az Boris. Igen, de a nőire még mindig nem mondtunk szabatosat. De igen, gőzlérnő. Hát ez nagyon nem elegáns, azt kell, Hát hogy lehet, hogy nem mondjam. elegáns, de 100%-ig követi a magyar nyelvtan. Gőzlérina? Nem gőzlérina, az tök nyelvidegen. Gőzlerina. Ma még szerintem újónál kihúzzuk a gyufát. Én Nem ragaszkodom tudom. a gőzlérnőhöz, mert De mikor van rá magyar szavunk, ott van a vaperina. ezért mondtam a rinát. Szép magyar szavunk van rá, igen. Igen, lassan Grécsi tanár úr is bedobja a köztudatba. Vaperináról jut Vaperinák. eszembe. Igen. Fontos mai hír, ha Orbán Ráhel gőzölne, akkor ő is vaperina lenne, de nem gőzöl tudtommal, úgyhogy nem lehet sem vaperina, sem gőzlérnő. Ellenben az önéletrajza szerint ő egy nagyon fontos zsömle. Mi van? Lemaradtál a nap híréről? Hát egész nap Igen, rohangáztam. igen. Ezt én se tudom. Tehát légy szíves, vezesd elő. Orbán Ráhel megírta angol nyelven az online önéletrajzát, amiben leírta, hogy ő important role volt Édes Isten. a hotelben, úgyhogy ő egy rendkívül fontos zsömle pozícióját tartotta Hát jobb, mint egy mellőzött zsömle. be. Azt mondjuk egyszer igaz. Na Tehát de fontos addig zsömle, viccelgetsz az fontos. ezzel, míg betiltják a podcastünket, de akkor sanyarú sorsod lesz. Akkor rekonciliáltunk. És akkor onnantól kezdve már csak úgy fogunk rá hivatkozni, hogy zsömlér. Szóval, fontos még. Jó, én azt mondtam először, hogy a szolgálati közlemények között sajnos most már úgy néz ki, hogy minden hétre van egy szomorú eseményünk, hát legalábbis a mi érdeklődési körünkben, ugye, és ezt azt hiszem Krisztián tetetted be, hogy elhunyt Sir Terry Pratchett, ugye a korongvilág megalkotója, és a hozzáfűződő világnak a mestere, és fú, rengeteg regényjáték, képregény, szerepjáték, én nem tudom, mik voltak még korongvilágban, de igen, belakott egy világnak tűnt a számomra. Sajnos ő is eltávozott közülünk. Egyetlen egy filmföldolgozásra emlékszek a valamelyik sci-fi csatornán ment le
Melyik volt az a mit szokott mondani a Mikulás? Ho-ho-ho-ho. Igen. Nézzük. Igen. hogy hívják rá gondolsz? A Going De az egy Postal? A Going Postal címre Terry gondolsz? Pratchett Az filmfeldolgozó. HBO ment a Igen, Going Postal. igen, Ja. És az a helyileg is a koromvilágon játszódott. Helyileg is a korom játszódik, így van. Na, ennyi. Hát így. Következő az az én témám lenne, hogy, és ez csak egy ilyen gondolatébresztőnek, vagy vitaindítónak szántam, volt a Time.com-on egy cikk, ami arról szól, hogy milyen könnyű is a gyerekeknek, illetve a fiatalkorúaknak e-cigarettát vásárolni. Nem, hogy mondják ezt? Nem túl, mondanám, hogy nem túl hiteles, de nem a nagy számok törvénye alapján dolgoztak. 11 darab 14 és 17 év közötti fiatalt kértek meg, hogy olyanokat, akik nem használtak még soha, nem cigarettáztak és nem vásároltak még elektromos cigarettát sem, arra, hogy vásároljanak készüléket. És nem is a Time.com-os cikk az, ami igazából fontos ebből a szempontból, mert hát ez semmit nem árul el, hogy ott mennyire könnyű vagy nehéz, hanem úgy egészben, ha vizsgáljuk ezt, akkor tulajdonképp semmivel nem tudod ellenőrizni, hogy az, aki egy online felületen vesz, annyival, hogy mondjuk véded valamelyest a hátsódat, és van egy gomb, hogy elmúltam 18 éves, vagy hogy írd be az életkorodat, és akkor majd megállapítja a rendszer, de hogy a fenében lehetne ezt valahogy kicsit komolyabban venni, vagy ezt a verifikációt életszerűbbé tenni, mert így gyakorlatilag, na ez pont olyan, mint hogyha regisztrálni akarná valahova fiatalon, mondjuk a Facebookra 9 évesen, és azt mondod, hogy te 1970-ben születtél, tehát csak az eszedre kell hagyatkozni. Nem tudom, hogy ez hogy lehetne megoldani, és ez valós probléma lehet. Tudod, hogy mi a gondom ezzel, hogy ilyenkor mindig előjön a nagy állami szigorú, és fú, és minden a kezében van ahhoz, hogy egy online kereskedő ezt a problémát átugorja. Például? Ügyfélkapu azonosítóval lehessen csak vásárolni online. Hát persze, mondjuk, vagy a BM központi adatnyilvántartásával közd össze a rendszeredet. Nem kell ezzel összekötni, ettől bonyolultabb dolgokat is megoldottak már. Fogod valamelyik személy azonosítód számát beütöd, és kapsz csak egy verifikációt, hogy elmúlt vagy nem múlt el, kész. De nem. Ez nem adatkezelés. Jó. Igen. Szempontjából ez rendkívül aggályos. De te ezt nem is látod a felületen, ahol ő ezt megadja. Ki? A bolt? Én. Hát hogy ne látnád? Igen. Hogy ne látnád, hiszen a te felületeden adod be az adatot, de, mondjuk. De Charlie, hogyha az adatnyilvántartó központ ad neked egy kódot, amit beillesztesz a weboldaladban, nehogy azt mond nekem, hogy ezt nem lehet technikailag megoldani. Ugyanúgy, mint például a bankos fizetést, akár SSL-en keresztül titkosítva. És abban a pillanatban átdob téged arra az oldalra, ott verifikálsz, és utána jössz vissza egy pozitív, vagy egy negatív válasz. Aha, és szerinted ez a struktúra és ez a beruházás, ez kinek érné meg? Jó, de akkor nem kell itt ugatni már, mint az államnak ebben a történetben, hogyha ha nem képes erre egy megoldást adni. Hát a megoldás az nem lehet a kereskedő kezében, érted? Mert ugye nem mehet oda online ellenőrizni a személyigazolványát. Egyébként ez se segítene, mert most miből tart begépelni apádnak a... Pontosan. Vagy ez a, mint Amerikában, hogy add már ide a személyidet, hogy vehessek vele sört. Jó, csak ne az legyen a megoldás, amit itt is feszegetnek, érted, hogy akkor tiltsük be az online kereskedelmet. Hát ez egy baromság.
Érted? Mert akkor folytathatjuk tovább a sort, konyhakés, fűrész, szúróvágó dolgok, tehát Bármi, jó. bármi. És vasárnapi nyitvatartás, tehát érted? Tudom meg hova fokozni a... Ez mindössze, nem nagyon lehet ezzel mit kezdeni, és szerintem nem is kell. Tehát ilyen kiskapuk mindig is lesznek, ezzel együtt kell élni, ha csak nem vagy elképesztően begyöpösödött puritán, akkor azért ezen a traumán valahogy túl lehet lendülni, és nem lesznek tőle álmatlan éjszakái. Igen, a fiatalkorúak, kamaszok, igen, megkerülik a dolgokat, benne van a pakliba, ez van. A másik történet, a másik dolog, amit imádok ebben a sztoriban, az az, hogy egyébként meg cigarettát is fognak, nem csak online, offline is meg fogják venni, mert megveszi neki a nagyobb, aztán kiviszi, tehát most is de látok mondok. 18 év alatti cigarettázó gyereket, nem egyet, nem kettőt. Hát pont ezt köpködtük meg az előző adásba. De egyébként mondok mást, elmész a netpincére, és valamelyik piaszolgáltatótól, vagy akár étteremtől 18 év alatt rendel sör, ennyi. Az se szabadna, aztán mégse akarja senki a hogy házhoz szállítós éttermeket bezárni. Csak tudod, én már azt nem akarom, szeretnék ötleteket adni. Azt akarom elkerülni, hogy nehogy valaki ezzel találjon fogást. Például. De ezen fogást találni, ez így, ez pont annyira erőltetett, mint az összes többi, amivel eddig megpróbáltak fogást találni az ECG-n. Na igen, de látod, megpróbáltak, tehát ez szerintem valós veszély, vagy probléma, vagy ötlet részükről, hogyha másba belekötöttek, ebbe is bele fognak kötni. Ne legyen igazam. Ne nem legyen tudom, igazam. Én már kezdem egy picit úgy érezni, hogy ilyen, nem is tudom, tehát ilyen herevakargatás szintjén mennek ezek az ötletek. Tehát, hogy Amerikában szerintem lehet online lőfegyvert is venni, meg belevaló skulót, érted? Most akkor mi van? Vagy lehet rakétába hajtóművet venni, és iszonyúan nem érdekel senkit, hogy hány éves vagy. Szóval veszel 100-at, fő tud robbantani a szomszédot. Tehát menjenek már a picsába tényleg. Tehát nem itt kell megfogni ezt a dolgot, véleményem szerint. Tehát fogja meg a társadalom, a közösség, akik körbeveszik ezeket a fiatalokat, azok fogják meg. Ne csináljuk ebből. Hát például te is szólhatsz neki. Nem úgy értem, hogy én csak elkezdtem a mondatot, hogy teljesen jó, amit mondasz. Ez kurvára nem a döntéshozókra tartozik, kurvára nem a boltokra tartozik, ez a szülőre tartozik, meg a gyerekre. Meg a közösség, tehát én folyamatosan erről beszélek, hogy a közösség, amelyikben felnő ez a gyerek, mert ugye apa, anya, testvér, szomszéd, baráti kör, és mind szemet huny felette. Érted? Ne hunják be a szemüket. Mondják, igen, és merjék azt mondani annak a szaros 16 éves gyereknek, hogy ne szívjad meg, kiverem a szádból a cigarettát. Nekem mindig azt mondták, hogy ne szívjad, mert kivered ma a fogad. Milyen jó közösségben nőttél föl, Csáda. Igen. Na de menjünk tovább a problémádra. Következő passzus. Ja, az enyémre? Nem, ezt Mujó írta be. Mit? Ja, a kvantum elektromos cigaretta? Nem, amúgy biztos én vagyok a hülye. Nem, ezt én írtam. Ja, akkor viszont igen, te vagy a hülye. Hát akkor te vagy. Na, olvasd föl, és akkor megválaszolom. Oké, tehát amúgy biztos én vagyok a hülye, de ez mi? Na nem baj, beírom a show notes-ba. Hogy azt mondja, robotköszöntés a Facebookon? Ugye ez abból indult ki, hogy kiélesítettem egy scriptet, ami más se csinált, csak hogyha valaki csatlakozott a párásító csoporthoz, akkor kedves Ficsor Zoltán, üdvözlünk a csoportban, és a többi, és a többi. Tarts szem előtt a csoport irányelveit, és akkor oda be volt másolva. Jó szórakozást, és a többi, és a többi.
Aztán azt nem vett, Aztán ez elszabadult. nem szabadult az el, azt nem vettem figyelembe, hogy visszamenőleg is a Igen. csoporttagokat legreppeli és szépen bedobálgatja oda. Az alaptézis az ugye az volt nálam, hogy visszaveszem kicsit, mint hogyha túl lennék vezérelve. Szóval az alaptézis az az volt nálam, hogy nem csak itt, máshol is egy olyan csoportban, amit egyébként tudsz nézni, látni, olvasni, anélkül is, hogy csatlakoznál hozzá, csak hozzászólni nem. Mondjuk egy ilyen csoportban, vagy akármi más hasonlóba be akar lépni az ember, aztán valaki beengedi, és az az első, hogy köszönöm, hogy hozzá bevettetek, és utána ennyi. Tehát ezeket a dolgokat, beírásokat akartam én ezzel elkerülni, és egy kis üdvözlőt, hogy személyesebb legyen, de hát ez akkor jó, hogyha, mit tudom is én, naponta egy-két ember csatlakozik, és az elejétől fogva működik itt, meg elkezdte visszafele feldolgozni az összes usert, ami nem baj, csak szenzitívek vagytok. Úgyhogy kikapcsoltam. Köszi, Charlie. Nincs mit, nincs mit. Köszönjük szépen, tehát azon vigyorogtam egész idő alatt, még mondtad, hogy mi történt, hogy a Béla csak ennyit ért be, hogy megköszöntem már, hogy itt lehetek. Egyébként szerintem sokkal egyszerűbb kitenni ilyen pinnelt posztnak a tetejére szépen, úgy kedvesen ugyanezt elmondani, hogy üdvös, akkor ez az első dolog, amivel találkozik, és akkor már üdvözölve van, és akkor hát, ha nem köszöni meg, hogy felvételre került. Na mindegy. Krisztián, komolyan hiszel benne? Hiszel benne? Skynet, élés. Az tudatára ébredt, hála jó Istennek. Mindegy, azt vegyük figyelembe, hogy a párásító csoport egy olyan csoport, ahol néha józan ész is tud győzni. Igazunk volt, Béla! Megnyertük a háborút! Na várjatok egy picit, most nem fogok beszélni, visszakapcsolom. Ez azért van, mert te is egy fontos zsömle vagy a Charlie számára. Igen. Zsömlér. Na menjünk tovább a kvantumfizikára, mert ez egy csoda csoport egyébként, tehát én ezt a Vapper kommandót imádom. Itt olyan gyöngyszemeket talál az ember. Vapper kommandó. Igen, csak én a linket nézem, ott pedig Vapper kommandóként találják meg. Az nem lett átírva. Nem is baj, egyébként így is, úgy is jó. Rengeteg gyöngyszemet találtam a héten is benne, és lesz egy pár az adásban. Az első az rögtön, amit beírtunk itt. Valakinek az a problémája, hogy van egy ice stickje, és fél napot bírná csak, és nem tudja külön állítani a wattot, mert utána állítja automatikusan a voltot is, ha kell, ha nem. Nem, ez egy szemét készülék. Nekem is ez van egyébként, pont ezt csinálja a rohadék. Pont a lényeg a független volt watt állítás, ég és föld kis feszültségen nagy watttal tolni, a másik, hogy sokkazán limitálva van feszültség szempontjából. Én 3,6 volton is fel tudom húzni 30 wattra is a kis kazánt. Erősebb kazánoknál, érted, fitnessterembe jár, vagy körbefutja a Margit szigetet háromszor, tehát ilyen kazánok. Erősebb kazánoknál, ha csak a feszültséget veszem le, de a wattot nem, hideget, gőzt szállít, de a mennyiség nem csökken, szóval nekem nem jött be ez a párhuzamos állítás. De nem mindenki ennyire bogaras, mint én. Hát többek között a fifika sem, bocsánat, nem a fifika, a fizika sem annyira bogaras, mint a... Ez egy másik univerzumban volt. Tehát... Vagy egy fekete lyuk mellett próbálgattak kazányát, nem tudom, de ez brutális érte. De ez a kvantum elcigény. De gondolkoztatok azon, hogy képzeljétek el, lehet, hogy neki van olyan készüléke, amin külön tudja állítani, az milyen lehet. Azt a gyík emberek hozták, azt tudni, az nem ebből a galaxisból van. A jövőből jövő lövő, hogy kispált idézzek. De ott voltam egyébként élesbe. Mújó, mondjad. Előveszed a kis csavarhúzat, és a kazánon állítod a trimmert.
Ó, most kicsit erősebbre állítjuk, most kicsit gyengébbre. Hidegebb a gőz, akkor mennyire engeded el szabadulni a valóságot? Annyira engedjük elszabadulni a valóságot, hogy ugrok is a következő pontra. Mert az egyik előző adásban említettük a Vari volt Varivat Mehát. És annyiszor elmondtuk már, a kínaiak figyelnek minket. Gavron berakta a linket, beszarsz, figyelnek a kínaiak, külön a gyökérnek, bocsánat, ez Gavron írta, külön a gyökérnek gyártottak egy VV Mehát. És ott van. Ezt Zsenyi. Hogy kell ejteni? Fémisz? Ezt a készüléket? Aha. Hát én azt mondom, igen, Fémisz. Fémisz. Variable Wattage VV Mechanical Mod. De hogy ez miből tevődik össze? Hát ez úgy volt, hogy a kis csaj, aki írta a termékismertetőt, azt mondták, hogy ez mindent tud. És akkor úgy leszűrte, hogy mi az a minden, és akkor mindent beleírt. VV, Varivat, Mehamod, anyám kínja, mit kell még figyelj tudnia? Figyelj csak, abból a szempontból egyébként lehet, hogy nem hülyeség, amit ír, hogy azt hiszem, most olvastam a Yihi-nek a SX350, azt hát, tudod, hogy azt tudod, azt tudod, ilyen pass-through üzemmódban, pass-through üzemmódban használni, hogy csak magát a készülék házat használod. Használod gyakorlatilag. Tehát hát ez még azért jobb, mint a kvantumos ECG, tehát még kvázi lehet valami. Nekem is van egyébként varivoltos, varivattos mehám, és egészen megbízhatóan 4,2-ről kezd el változni lefelé, és ahogy esik a volt, variálódik a watt is. Fú, akkor várjál, az nem lesz jó, mert... Manuálisan kell utána állítanom újra. Igen, hátorra. Igen. És voltak még, igen, és sokkal pofátlanabb bejegyzések, beírások, és az a jó vagy rossz, hogyha az ember benne van 5-8-10 csoportban, még netán a Fekete Fórumon is, és egyszer ezeket meglátja, akkor kinyílik a bicska a zsebében, ugyanis találkoztunk, és ezt elneveztük Liquid Neppernek, mert volt egy ilyen figura, azt mondta, hogy 300 ml bármilyen ízű, tehát minden van. Mystic Juice Liquid 0,6-12 erősségben. Ezek ára a következő. 0 mg-os 9000 per 100 ml, 6 mg-os 9500, 12 mg 10000 per 100 ml. Bazd meg. Vagy ahogy Boris mondaná, what the fuck? Oh my god. Kiderült, hogy az a kisipoltam magam belülről, ez a fiatal ember, ez még 18 éves sem, de fönn volt fórumon is, körülbelül 5 vagy 10 perc alatt onnan sikerült kirakni, de meg a Facebookról is, de hát tudjátok, hogy ha egyszer itt megjelenik, akkor innen kirakják, bemegy az ablakon, vagy bemegy máshova, és majd ott fogja. És mint utólag kiderült, hát megvette a nikotinos alapot, a Mystic alapot, és megvette az aromákat. És ő azt majd összekutyolgatja és árulgatja ilyen összegekért, ami a bolti összegnél is drágább, hogyha készen megveszed a likvidet. De hát a belefektetett kézi munkaért. Persze. 16 évesen ilyenből. Kézműves ellikvid. Nem baj az, nem baj az, csak tudod, hogyha valamit úgy árulsz, hogy mit tudom is én... Van valami saját terméked? Legyen mondjuk a hegedű szólód. Ha én azt utána fölveszem kazettára, és azt árulom pénzért, hogy ez a Mujónak a hegedű a szólója... Juice,
ennek a használata ebben az esetben, ez egy ordinári, hogy hívják, szellemi termék. Nem csak, nem nem az csak, visszaélés. Azt nem tudom, tudod, de hogy a Mystic Juice márka védett termék például, azt igen, múltkor igen, utána tehát ez néztem. hamisításnak minősül abszolút, Úgyhogy ha amit itt esetleg kiraktál. hallgatod az adást, aki ezt kiírtad, gondolkozzál, mert ez súlyos pénzeket fogsz te fizetni, vagy nem te, hanem édesanyád meg édesapád. És ők meg majd szíjat hasítanak a hátadból. Reméljük. Hát, ha attól emberré válsz. Hát, vagy vépbendet. Ez a két lehetőség van. Aki viszont ilyen forrásból vásárol likvidet, az meg is érdemli. Úgyhogy remélem mindenkinek több esze van ennél azért. Igen. Én azt javaslom, ilyen esetekben mindig meg kell kérdezni, hogy honnan van a likvid, mivel tudja igazolni, hogy kitől vette, mert mondjuk számlát kap mellé minden esetben, hogyha hazai vagy külföldi boltból veszi, és hogyha valaki azzal dicsekszik, mondjuk, hogy van nekem egy maradjunk a likvideknél, név nélkül, van nekem egy ilyen juice-om, amit eladok, és gyanús, hogy vagy nagyon olcsó, vagy nagyon drága, akkor csak ennyit, hogy tudsz róla fényképet küldeni? És hát ez miért nem olyan üvegben van, mint a gyári? Ja, hogy ezt te kevered? Hát akkor, barátom, ballagjál elfele. Tehát már ilyeneken is szépen meg lehet fogni ezeket az ügyeskedőket szerintem. Nem fogja ott töltögetni a nem létező flakonjába, meg a gyerekzáros kupakjába. Úgyhogy... A nem létezőről jut eszembe, hogy a nem létező szabályozásnak pont ezekkel a dolgokkal kellene és lenne dolga foglalkoznia, nem pedig a tisztességes gyártók és kereskedőket vegzálni. Mert ez viszont tényleg, ez gáz. Hát de azt el tudja érni, ezt nem tudja elérni. Persze, persze. Elmondom, hogy ezzel kapcsolatban nekem a kételyem. Mert ugye azt is olvasni sok helyen, hogy ez a likvid szar, meg az a likvid szar, és gyártó szerint. És maximum nekem nem jön be. Tehát azt én nem fogalmaznék sose ilyen sarkosan. De akkor elindul a kis ördög a fejemben, hogy nem lehet, hogy neki azért nem ízlik, mert például nem akart kiadni pénzt a kész likvidért, és ő megvette az akármilyen alaplevet valahonnan, aztán nem olyan mennyiségben és százalékban aromázta, ahogy kellett volna, és abból egy ilyen lett, és ezért nem ízlik. Facebook Ferry Limited Edition széria. Igen. Szóval... Én nem vagyok híve ezeknek az áruljunk külön alapot, meg áruljunk külön aromát, meg eszenciát, meg anyám kínját dolgoknak, mert abból sose lesz egy konstans valami, és azzal nem is lehet utána megkeresni a gyártót, mert hát te basztad el, hát úgy keverted össze, ahogy összekeverted. Szerintem ez evolúciós zsákutca. Jót akarnak az embereknek, de rosszul fog ez így elsülni szerintem. Úgy, és átfűzök a következőre, nagyon elegáns. Mint az a meha, ami gyönyörű, gyönyörű ez a kép, ahogy leírta valamelyikőtök. Vagy én írtam le? Nem tudom. Én írtam le. Robban azért az a meha a kazán meg röppájára áll. A plasztikai szabóm egy szarul tekert szabóm. Gyönyörű. Gyönyörű. Van itt egy kép természetesen, ez is a Vamper kommandóban. Csatlakozzatok, még egyszer mondom, zseniális. Benne van egy... Két-három adással ezelőtt volt egy ilyen, hogy a kocsi ülésére dobta hülye amerikai a 0,0 anyám kínja ómos tekerését, ami fölrobbant a szélvédőt, kivitte meg anyám kínja. Na ez is egy hasonló, egy felrobbant aksi készülék, hát inkább úgy néz ki, mint mondjuk egy kiadósan összeégetett reggeli pirítós. Tehát széndarabot látunk, meg valami alsó tapkapcsolót, meg egy fél aksit, meg egy kazánt a mennyezetbe fúródva, meg egy olyan égett kezet, ami hát szerintem egy jó másfél milliméter mélyen, mint hogyha egy borotva pengével vágta volna meg.
és ez csak a vágás, nem tudni, hogy az égési sérülés milyen, de ez real, ahogy te is mondtad, jó, mert utána olvastál a dolgoknak, tehát ez nem egy ilyen fake, akármicsoda, hogy ilyen sérüléseket is tud okozni. Nem, ott nyilatkozott a tűzoltó szóvivő is a témában. Na jó. Ezt én reposztoltam egyébként Twitteren, és pont aki meg van említve benne, az lájkolta is a dolgot, úgyhogy szerintem ennek van valamiféle valóság alapja, és már megint ott vagyunk, hogy kinek a szabómia. Nem, Hát és ez az, amit észre mindig mondtunk, hogy csak beszélünk róla, de egyszer baj lesz, de hát tőlünk távolabb már van baj. Úgyhogy csak időkérdése, hogy hozzánk is begyűrűzzön a nagyon alacsony ellenállás és a füstölgő akkumulátor. Ezzel kapcsolatban találtam egyébként gyönyörű készüléket pont a Fasteken. Hogyha esetleg nem lenne már nektek sem elég az egyaksi, vagy már a kétaksi sem, vagy a 150 watt sem, agyament Camry 200 vari volt APV boxmod 3 akkumulátorral. fém, bőr. Ez szépen néz ki azért, bár eléggé drabális egy állat. Bú, mondjuk az nem túl előnyös, az az alulsó fotó. A minőségi kínai jók azért látszódnak. Alulsó fotó, melyikre gondolsz? Igen, a negyedik a nyitott ajtóval, az ott eléggé ilyen barkásnak tűnik az a ajtó, innen nézve. Vagy öntött vas, de nem tűnik egy precíziós darabnak. Nem, de ugye itt inkább én a nem is a minőségére, hanem erre a vatvadászatra, meg a 1800 aksira a készülékben. Én nem is tudom, miért írták rá, hogy 200, mikor itt azt írja, hogy 0,5 és 0,7 ohm között ellenállás értékkel, itt 7-től 220 wattig tudod használni. Jézus Mária, ez kiszívja. És alatta van az, hogy mit tudom is én, 0203-nál ott 7-től 100 wattig. Igen. Mikro USB 3x18650 20 amper. Engem az fogad ebben az 5-10 egészben, hogy ego. az emberek többsége azért ugye nagyjából 20 watton vagy az alatt gőzölög. És itt megírják az első sorban, hogy 20 wattonként tudod állítani a teljesítményt. Az egy teljesen Hát ez oké. Okay. jó, de egyébként mondjuk ott van, nem is tudom, hogy miért rakják ezt be ebbe a kategóriába, Best Selection for Dry Herb. Tehát ez inkább mindenféle dry content atomizerhez jó talán, de ahhoz sem. Még majd most gyors közvéleménykutatás, hogy ezt a linket berakjuk-e, van-e értelme, vagy csak elvesszük itt az eszüket az embereknek. Nem hiszem, figyelj, $100 úgyse rendeli meg senki. Na, akkor Vastagnál ehhez berakjuk. képest ez egy szívdobogás kapnak az Jó, emberek meg többen. reméljük, akkor rájön majd a vám is úgy, hogy nem fogják akkor berendelni, akkor berakhatjuk. De ez Jó. nem kis darab lehet ám, hogyha megnézitek. Nem, hát ez Tehát egy azért ez... tisztességes Hát lapos három üveg. aksi. Igen. Nagyobb darab lapos üveg méret, jó. Mondjuk ezek a kamrik Ehhez sosem méretű. kell egy duplán varrott nagy kabát zseb, tehát az nem Meg egy egy ilyen lapát egyéb. teflonba járó. És gondolj bele, hogy az a felső, az nem a kapcsoló, szerintem, hanem az a teljesítményállító gomb. Igen, mert az oldalán is van egy gomb, Igen. ahhoz meg a nyomod. Anyag használatra még akár így messziről azt is mondhatnád, hogy szódával elmegy, de Szép rusztikus.
Igen, de szerintem ez is csak festés rajta. Olyan, mintha antikolva lenne. Na mindegy, 220 watt kell a... Nem mondunk ilyet, nem mondunk ilyet, mert lehet, hogy kelleni fog valamikor. Mit tudom is én. Ha lenne ilyen riknek, pillanatok alatt be tudná gyújtani a zombi hentelés közben is a tüzet. De bakker 220 watt, az még lámpából is sok. Igen, az pont három izzó. Istenem. Na, mi ez a ezek a független retailerek? Igen, ez én vagyok, és a forgalmazókat szeretném megszólítani. Jelezték külföldi gőzlér ismerősök, hogy a Facebookon alakult egy ilyen csoport, európai független forgalmazók tömörülnek ott, és a szabályozás kapcsán és egyéb EU-s dolgok kapcsán beszélgetnek, és kértek engem, hogy szóljak, hogy akinek van kedve, tud némileg angolul és érezni némi készítést magában arra, hogy más európai forgalmazókkal összedugja a fejét, akkor majd linkeljük ezt a csoportot, és akkor oda lépjen be, aztán agyaljanak. Ez egy ilyen kis független forgalmazói, szabályozós brainstorming csoport akar lenni. Jó. Mert úgy mindig azon, ugye, hogy kapják az ívet a forgalmazók, hogy mindig a gőzlérek kaparják ki a gesztenyét, és a forgalmazók meg ülnek a hátsójukon, vagy ami egyébként nem feltétlenül. Na, megtaláltam. Beszélgettünk éppen Krisztiánnal, de nem baj, mondja. Semmi gond, megtaláltad, ez a lényeg. Igen. Egy fontos zsömlét találtam. Megtaláltam az eredeti Camry modot, aminek a fasztekes másolatát nézitek. Oké, köszönjük, Emese. Na, ez egy fontos zsömle volt. Nem, tehát egészen másképp néz ki a gyárinak a kijelzője, meg az elektronikája, úgyhogy... Sikerült megint a faszteknek valami szart összelapátolnia. Picit megijedtem egyébként, hogy melyikőtök volt az a bátor, aki a 10-es pontot beírta, de aztán megnyugodtam. Másfél hát kiló málna... Nem én raktam be. Tudom. Nem is én. Kiló... Ne szivassatok, valamelyikőtök hazudik. Melyiknek puha az orra? Tudom, hogy nem te tetted be, ez akár utalhatna arra is, hogy én voltam. Ja, de mert egyik sem vállalta magára. Ajánlom likvid készítéshez, ez nagyon finom élelmiszer minőség. Ott nem is az a lényeg, azon csak elkezdődik, hanem később elkezdődik a vita rajta, hogy az e-likvideknél föltüntetett megadott PG-VG arány az vajon térfogat százalékban, ja, várjá, vagy ne, akkor ezt ne is folytasd, mert erre kitérünk, később olvasói kérdésben lesz. Ja, jó. Úgyhogy ez benne volt, a málnás likvidet egy kicsit magamra vettem. Jó, akkor azt meg fogjuk ott említeni, és akkor menjünk tovább. A Szörteri Precset már volt, Vaperek a politikában. Politikában, így van. Indiegogo, mi van, ezek ilyen össznépi tarhálásba kezdtek, vagy mi? Igen. Engem meglepett, Krisztián, nem annyira Angliában alakult, vagy alakul egy Weber politikai mozgalom, és gyakorlatilag meg szeretnék mutatni az erőt, amit a Weberek képviselnek a politikában is, és ugyan ők, ez nekem nagyon tetszett ez a kifejezés, tehát ők nem egy militáns Weber csoport, mert hogy van náluk ilyen úgynevezett harcos Weberek csoportja, és ők gyakorlatilag egy józan gondolkodás mellett szeretnének a nagy politikába beleszólni, és egyengetni a Weberek érdekeit, vagy útját az elkövetkezendő időben. És Krisztiánnak meg meghagyom itt oldalt ezt a milyen támogatási lehetőségek
vannak című Gyönyörű részt. darabok vannak, ugye az ilyen közösségi finanszírozott projektekben, és ez a projekt speciál arról szól, hogy a nem sokára Angliában bekövetkező választásokhoz kalapolnak pénzt, és ugye a közösségi finanszírozású projekteknek sajátossága, hogy különféle szinteket határoznak meg, hogyha annak függvényében, hogy mennyi, mekkora összeggel támogatod a projektet, kapsz érte cserébe valamiféle viszonzást, és itt van hát a klasszikusok, hogy egy fontot adsz, akkor föltüntetik a nevedet a weboldalukon, thank you, tweet, stb., de vannak itt egészen komolyak, aki 40 fonttal támogatja a projektet, azt Liam, a képviselőjelölt, elvépeli a monogramját, fölveszi videóra és kiposztolja a YouTube-ra. Nagyon frappáns ötlet. Azt mondja, hogy én ezt ki is twittelem gyorsan. Vaping free hashtaggel. Bocs, közben én elmentem Lekvidér. Azt néztétek egyébként, hogy hogy áll, mert jobban, mint gondolná az majdnem ember, megvan. Tehát $45 hiányzik már csak az 1500-as gólhoz, és van még 20 napjuk, igen. Ja. Meg is lesz nekik. Már vissza is jöttél? Visszajöttem, igen. Akartam még egy indigogósat mondani, de akkor majd a kultúra rovatban. A kultúra rovatról nekem mindig az a rohadt film jut az eszembe. Mert ilyen nagy csönd volt, Charlie twittelgetett, elmentél Likvidér. Én meg gondoltam, megragadom az alkalmat, és elmondom, de nem majd akkor. De mondjad már akkor. De mondjad. Ja, ha már indigogó, akkor le tudom előre. Tegnapi hír, illetve tegnap előtti, hogyha valaki nézte a Firefly című sorozatot annak idején, ami a magyar tévében Szent János Bogár néven futott. Szerinted van olyan, aki nem nézte? Hát lehet, hogy valaki még kicsi volt, nem volt tévéje, egy kő alatt élt, vagy barlangban, a fene sem tudja. A tisztesség megkívánja, hogy elmondjam, hogy miről is van szó. Tehát a Firefly sorozat, a szép emlékű és idő előtt hirtelen eltávozott Firefly sorozatnak a két oszlopos tagja, Nathan Fillion, illetve Alan Tudyk, akik a kapitányt is, a pilótát játszották, ugye összeálltak, és szintén az Indiegogón elkezdtek kalapozni egy websorozat első három epizódjának a költségeit egy részéért, és itt fogtok befosni. Érdemes megnézni, aki egy kicsit tud angolul, az nézze meg a promó videóját, be fogtok tojni a nevetésről. Hát én most a százalékon tojtam be két nap alatt. Egy nap alatt megvolt a 470 ezer dollár, azt hiszem. Hát bocsánat, vagy egy nap alatt megvolt a 309%. Hát mert én tegnap néztem még, akkor még bocsánat, egy napos. Akkor 31 napos, igen, és két nap alatt a 425-ből, ugye, ami szintnek volt meghatározva, 1.300.000-at összelapátoltak. Az nagyon durva, mert amikor én tegnap este néztem, akkor volt kb. Egy napos, ugye, akkor egy leheletnyivel lépték túl a 100%-ot. Akkor egy nap alatt még 800 ezeret összekalapoztak. Nagyon durva. Hát a izét nem nézted? A Pebble Smartwatch-nak a kalapolását? Nem láttam. Az se semmi volt. Vágod, nem? Az első góljuk, az, ugye az első smartwatchnál az 100 ezer dollár volt. A másodikat kirakták, az egy színes smartwatch Androidra, iOS-re, anyám kínjára tudott csatlakoztatni, és e-inkkel működik egyébként. Tehát viszonylag... Színes e-ink. Színes e-ink, fasza a cucc. És olcsóbb, mint az Apple Watch, és meghatározták a gólt. Melyik oldal volt ez? Mondjad már. Kickstarter, Pebble Time, hogy up-to-date infót mondjak. Kérlek szépen, azt mondja, hogy Pebble 2, a
Level Technology, kettő Created. Azt mondja, igen, hát akkor jól néztem. A Pebble Time, Krisztián, kapaszkodj, 500 ezer volt a góljuk. Az sikerült egy nap alatt. A százalékot mondom, mert az kicsit szemléletesebb. A százalék az ott áll, hogy megnézem a kettő Created. Ne húzd már az a időt. A százalék az 3602 százalékkal túl teljesítették. 18 millió, és még van 15 napjuk. 15 nap alatt összedobtak egy laza 18 milliót az emberek, 70 ezer ember. Azt a büdös mindenit, nagyon durva. Na de vissza! Köszönöm szépen ezt is, majd akkor utómunkázhatom az ordibálásodat. Jaj! Mondani akartam, hogy csináljunk mi is egy ilyen közösségi fundingot és valami videót, vagy valamit. Ezt a watt volt állítást gondoljuk újra, Charlie, tehát, hogy ne menjen a watt a volta, meg a volt igen, se a watt. Igen, erre kéne valamit. Erre nagyot lehetnek alapulni. Kemény. Hát, állíthatunk azán még a másik. Egy founder biztos lenne. De. Na mondjad, akkor mi jó. Legkésbe azt szerettem volna még hozzátenni, hogy egyébként a websorozat, amit Nathan Fillion és Alan Tudyk csinálnak, az arról fog szólni, hogy két színészt játszanak, akik egy idő előtt elkaszált sci-fi sorozatban játszottak kapitányt. Zseniális. És az életükről szól, hogy miként alakult a show elkaszálása után. Nem normálisak. Hát ezt nem akarom elhinni. Kirakta be a 400-at. Fifika. Fifika. Ez a csaj, ha megkattintjátok, ez egy roppant híres pornószínésznő. Nevét nem mondom, de Segíző Matyinak is be van lájkolva. Megkattintom a pornószínésznő. Figyeld, hát akkor megkattintom valahogy telefonról. egyszer volt a kezében elcigi, azóta mindenki ezt a képet linkelgeti be a cikkjükhöz. Hát nagyon, tehetséges a művésznő egyébként. Hasonló létre, igen. Azt gondolom én is. Most, hogy mondtad, le is állítom a pornó letöltést. Végre nem fog szakadozni a hangod. Na de ezt miért raktad? Nem fogok szakadozni. Ez egy francia fölmérés, ahol ilyen meg számomra legalábbis megdöbbentő volt a fölmérés. Egy aránylag széles mintát vettek alapul, és ebből ők azt vezették le, ez egy 2014-es a francia Hild Barométer végezte a felmérést, és ők azt vették le ebből a mintából, hogy 400 ezer embernek sikerült leszokni a dohányzásról az elektronikus cigaretta segítségével. Franciaországról beszélünk, így van. Nekem, nem is tudom, talán van két francia ember, akinek a review-it szoktam nézegetni a YouTube-on, de szóval annyira nem láttam, hogy a franciák, mit tudom én, olyan nagy vaper közösség lennének, vagy legalábbis nekem így nem jöttek át. Hát fifika, mert megbeszéltük az előző adásban, hogy ők csak eredetit vehetnek. Ja, az bocsánat. Meg azért lóvé. Bocsánat. Ha viszont keresnek is velünk ellentétben. És kiderült, hogy a lakosság az elemzett adatok szerint, hogy a lakosság 99%-a hallott már az elektronikus cigarettáról, ami azért lássuk be, hogy igen-igen jó arány, és nem tudom, hogyan értékezte el amúgy. És a lakosság 26%-a már ki is próbált, ez 12 millió ember, gyerekek. Tehát ez valami eszméletlen, több, mint egy magyarországnyi
ember a franciáknál kipróbált az elektronikus cigarettát, legalább egyszer, és lakosság 6%-a nevezi magát vapernek, ez körülbelül 3 millió. Durva. Tehát ez brutális a számadatok tükrében. Vagy azt is gondolhatnám egyébként, hogy valamiféle túlzó maga a fölmérés, és nem tudom, tehát ez a, most beszaratjuk az egészségügyéket, meg a dohánygyárosokat típusú fölmérésre állunk szembe, de nem. Én nem hiszem. De nem, tehát ezek mondjad. Ja, azért sem hiszem, mert ugye 2 évvel ezelőtt volt az összeú vaperek száma 10 millió körülre becsülve. Hú, ezt szép magyar tanul mondtam. Tehát, hogy 2 évvel ezelőtt kb. 10 millió vaper volt Európában, akkor szaladjunk előre 2 évet, akkor az legyen mondjuk 12-13 millió, abból egy ilyen francia ország méretű ország simán elfoglal 3 millió. Szóval nekem, nekem valószínűleg tűnik. Ezt a 3 milliót benéztük, tehát 1,5 millió, 3%, aki vapernek nevezi magát, és aki legalább egyszer kipróbált az elektronikus cigarettát, az a 3 millió. Az a kettő szám viszonya egyébként meg azért rettentően érdekes, mert ez azt jelenti, hogy ha 100 emberre kipróbáltatod az elektronikus cigarettát, akkor 50 át is vált rá. Fifika, nem, itt valamit elolvas, félreolvastál. Fifika, de semmit nem jelent. 26% 12 millió, aki kipróbálta, 6% körülbelül 3 millió tartja magát gőzlérnek, és 3%-uk 1,5 millió az, aki napi szinten használja. Ez sem jelent semmit. Nem mondom, hogy mi jelent valamit. Az, hogy hányan írták alá Franciaországban az FV petíciót. Emlékszel rá? És hányan írták alá? Fejből meg nem mondom neked, de minden. Írja már a spanodra. Mert az elegáns nagy számokat lehet dobálni, csak hogyha ilyen inaktivitás van ott is, akkor jobbulás. Hát akkor meg, szomorúak vagyunk. A lányom, de most nem folytanám meg, majd ha vége lesz a podcastnek. Annyit mondtam, hogy jobbulás. Ja, hogy jobbulást. Charlie azt hiszem, hogy jobbulást. Mit mondod, hogy milyen drága vagyok? Igen, igen. Jó, hallottam akkor. Jó. Nem találom. Mindjárt megtalálom. Oké. Itt van. Ezt bedobhatnád ide is. Franciaországban 28.601 fő. Ez viszont durván kevés. Nincs több kérdésem. Igen. Ez viszont durván kevés. Na és ugye a lényeg, amivel a cikk befejeződik, tehát azért kell egy ordasat csavarni mindenen, hogy úgy tűnik az elektronikus cigaretta nem segít a dohányzásról való leszokásban, mert hogy ugye az emberek továbbra is nikotint visznek be a szervezetükbe. Ugye ez kvázi olyan, mint hogyha valaki mindig nikotint tapassza mászkálva. Szerintük, és hogy mi? Mi volt? Nem ez baj. Mi a probléma? Ezt tudod miért jó? Mert ma pont autószerelőnél voltam. És hogy megvilágítsam a kontextusba helyezzem. Azt mondta nekem az autószerelő, bocsánat, csak éppen csokit zabálok, hogy látta, hogy szívom, akkor nem sikerült leszokni a cigiről. Hát, dehogy is nem. Elektromos cigit szívok. Na jó, de erről nem sikerült leszokni. De nem, igen. De nem igen, is akartam igen leszokni. Ez jó. Tehát ez a furcsa ebbe a dologba, hogy ugye mindig erről beszélünk, erről a kettősségről.
Én se akartam leszokni. Átszoktam. Egyfajta, tehát én most már ezt szoktam mondani. Figyelj, ha a cigaretta kártékony hatását 100-nak veszük, akkor az elektromos cigaretta kártékony hatása 4. Nincs több kérdésem. Tehát, Egyébként az a hajj. fura, hogy nem tudom, ti hogy dohányoztok, mondjuk, aki még bejár dolgozni közületek, emberek közé. Én emberek közé De nekem például megvan a beidegződés évek alatt is, én mindig azóta is azt mondom, nem tudom miért, kimegyek cigizni. Mert hiába mondanám, hogy kimegyek el cigizni. Mert nem tudják hova rakni, nem is akarják pozícionálni. Ez így olyan, mint hogy önmagadtól kérdeznéd, kimegyek-e cigizni? Kimegyek-e cigizni? Néha Na, és a fúj... Igen? És a lényeg itt a cikk végén még az, hogy miután ugye begyűjtötték az adatokat és kielemezték, kiderült, hogy a becslések szerint mintegy 0,9% végleg le tudta tenni az e-cigaretta segítségével a cigarettát, ez azért 400 ezer ember, tehát nem kevésről beszélünk, illetve a dohányosok átlagosan 8,9 cigarettával csökkentették a napi cigaretta bevitelüket. És szerintem ez sem kevés, hogyha ugye egy átlag dohányost ilyen 20 szál körül számolunk, akkor az azt jelenti, hogy majdnem a felét elhagyták a hagyományos cigarettájuknak. Sikersztori Na, van ezzel kapcsolatban, bocsánat, nekem is. Bocsánat. Azt mondtad, Fifika, hogy a legfontosabb eredmény, amire jutottak, az az, hogy nem segít a leszokásban? Igen, Még ha ezt mondtad. ezzel kezdi, hogy tehát nem, a fölmérés... Akkor rosszul olvastad, mert hogy pont az ellenkezőjét mondja. Úgy tűnik, hogy igenis segít, ahogy azt bocsánat, több tudományos kutatás akkor, is. Akkor én olvastam, ne? Úgy tűnik, hogy segít, igazad van. Tehát nincs Igen, benézted ott a tagadást. Ja. De. És mondjuk ezt a... Azért megütötte a fülemet, és itt néztem, hogy hol olvastad ezt? Mi tagadás, tagadása, negálunk. Annyira valószerűtlennek tűnt. Na, ja, de. Ja, ja, ja. Na, a kis sticker sztori nekem is. Oda jött a kollégám, hogy úgy látja, hogy azért benne vagyok ebbe a e-cigi bizniszbe. Igen? Kézede. Milyen meglepő. Föltűnt neki. Hát csak lefordította a webbendemet, married to my mod. És valamit neki is kéne, mert leszeretne szokni a cigiről, de hát neki már tudod, volt ez a kis vékony cigi forma. Na mondom, akkor nézzünk egy ilyen kis normális kezdőszettet, és képzeld el, azóta azt szívja. Bár szerintem egy kis képzavar, vagy fogalomzavar van nála, mintha erőltetné azt, hogy ebből is keveset szívjon, mert mondta, hogy hát ő a napjában háromszor, négyszer szívja, hát mondom, szívjad amennyiszer kell, aztán majd lejjebb viszed az életszerű használat során, hogy kevesebbet szívod, de úgy könnyű a cigit letenni, hogyha pótolod vele egy időben máshogy, és nagyon bejön neki inkább a dohányosak, de természetesen málna is van a kezdő készletében. Jó, erről jut eszembe. Teljesen meghatódtam, képzeljétek el, van egy barátom, aki egy évvel ezelőtt segítettem elkezdeni elcigizni, és a napokban rám írt, hogy megköszönje, mert hogy így eltelt az egy év, és azóta is vadul elcigizik, és összehasonlíthatatlan a közérzete, meg ezek a dolgok. Teljesen meghatódtam, hogy így megköszönte. És aztán ma fölhívott, és azért hívott, mert hogy így egy után úgy érzi, hogy eljött az ideje, hogy valami komolyabbra váltson, úgyhogy most megy egy ilyen vari voltos készülék irányába a nagy egóról, de te annyira jól esett. Ez is egy sikersztori. Igen, tök jó. És az a jó, szerintem, mikor azért jönnek oda hozzád, hogy látják, hogy neked van. Tehát nem az van, nem ez a... fölállítottunk régen, volt egy ilyen... Mi volt ennek a neve? Ez a... Nem, mennyi csokit van neked, Charlie? Várjál, hát ez a nagy 300 grammos, azt hiszem. Hogy, tudtam, hogy téglába veszél csokoládét. Hogy melyik volt ez a hittérítő, vagy nem is tudom, milyennek a
szó szerinti besorolása, hogy tudod, aki mindenkit meg akar győzni, hogy már pedig ezt használt. De mikor ő jön oda, hogy látja, hogy ilyened van, és hogy neki is kéne, vagy, tehát hogy az elhatározása megvan, akkor szerintem sokkal hatékonyabb lesz. Nagyon, mert hát ő akarja magától. Az nagyon fontos, hogy legyen. Tehát tudod, hogy te is mindig ellenállsz annak, hogyha valamit rád akarnak tukmálni. Tehát ez az emberben igen, van egy ilyen természetes tagadás. Ezért akar mindenki málnát, mert senkinek nem akarok adni belőle. Mielőtt még nem csatlakozta a beszélgetésünk, ez Krisztián, a Charlie nekem a kamerában megmutatta 2 literes üvegmálnát. Tehát ezek után már el tudod képzelni, hogy a csokoládé meg téglába jön neki. Tehát ennyi. Hát én kérek elnézést. Kemény. Rántottál csak strusz tojásból. Hát és abból is emberi adagot, hetet ötöt. Mondjuk. Hetet. Nem is tudom. Jó, szerintem a cigis témákat kiveséztük, és akkor most jöhet a spoiler alert. Garamvölgyi Dénes. Kapcsolt ki, vagy tekerj előre olyan 45-50 percet. Nem. Egy pár percet tekerj előre, mert most filmekről fogunk beszélgetni. Nagyon jó híreim vannak. Jó. Az első a te híred, természetesen nem fogom elvenni előled, úgyhogy mondjad nyugodtan. Az nem az én hírem, az a Fifika híre. Fifika híre. Akkor viszont Fifika. Hát ez egy, nem egy mai hír egyébként, de nem említettük még, és lelkes Homeland rajongóként akkor mondjuk most, hogy Európába jön a Homeland stábja. Az a kemény egyébként, hogy én úgy látom, hogy az amerikai piac kezd nyitni nagyon Európa felé, és az első ilyen a Crossing Lines volt. Tisztán igen. Amerikai színészek, és nem kis nevekkel azért, elkezdték forgatni a Crossing Lines-t, és most jön a Homeland is. Picit nekem a cselekmény az olyan fura, hogy itt azt írják, hogy 2,5 évet ugrunk a storyline-on, és hogy itt most már Carrie nem a CIA-nál dolgozik, hanem sörcsapolással keresi a kenyerét. Nem tudom. Mondjuk Brodynál is úgy voltam, hogy hát nélküle nem lesz igazi a sorozat, aztán... Igen, aztán... ez minden évad végén fölmerült az emberbe, hogy ezt hogyan tovább. Hát ez a sörcsapolással keresi a kenyerét, ez valami vicces elszólás volt, tehát biztos, hogy nem ez lesz. Hát én abban reménykedem, hogy valami olyasmi hát, lesz, hogy mint... nem a CIA-nál dolgozik. Szerintem olyasmi lesz, mint a főnöke. Tehát valami magán hírszerző céghez. Igen, hát nem az, hogy szakállas lesz a Keri. Ő már szakállas egyébként, csak ritkán mutogatja. De akkor ezek szerint Quinn hazajön a kiküldetésről, és túléli. Ja. Mert ugye azt a vonalat azért össze... Ment, így van. Azt összebogozzák. Úgyhogy ez az egyik. A másik pedig... Az a személyes kedvencem, az AMC kábelcsatorna berendelte a Walking Deadnek a spin-offját, és rögtön 2 évadot, úgyhogy über keménység lesz a négyzeten. Most végre megtudjuk, hogy nem is, a köbön. Megtudjuk, hogy mi történt akkor, amikor az élő halottak elszaporodtak. Mint döglégy a döglött húson. Hiánypótló mű lesz, én érzem. Mindig ezek a momentumok hiányoztak nekem az ilyen filmekből, és sose szerettem. Ha visszaemlékszem, talán a 28 nappal később volt így, hogy ott is föl kell a kórházban a faszi, kómából, és 28 nappal később. Nem tudod, hogy mi történt, vagy hogy történt. Igen. Ugyanez az, én meg is ijedtem, mikor a Walking Dead legelső részében láttam, hogy basz meg, én ezt a filmet már láttam 28 napok később, mi van itt? Úgyhogy nagyon, nagyon megy a Walking Dead szekere, és érdekes, nem ezekkel a szereplőkkel fogják a spin-offot
lenyomni. Hát gondolom, ezek a szereplők azért le vannak kötve Ja, rendesen biztos, hogy meg a vannak hajtva, mint az fősor inger. tudattal. Nem fogunk unatkozni. Nem, pláne, hogy megint kezd érdekessé válni a cselekményszál a járkáló halottaknál. Nem, figyelj, szerinted hova tűnt a pisztoly abból a Turmix gépből? Jaj, jaj. Piszkálja az én fantáziámat, és elképzelésem nincs, de tippelni se tudnék. De biztos valami nagyon durva csavart hoznak ki belőle. Oké, még egy kérdés. Jó, hogy a járkálók, de miért volt a fejébe belevágva a dupla V? Szerintem ott valaki van a környéken, valami beteg, aki gyűjti a zombikat. Az valakinek az egyértelműen meg volt jelölve, mint valakinek a tulajdona. És akkor az utolsó kérdésem, szerinted ez a kormányzó kiölte asszony, meg Laura Palmert? Igen. Ez a képviselő asszony, ez most mi a túró? Ez most jó vagy rossz? Nem tudom hova tenni. Még kivárok. Egyébként, és most tényleg egy kis spoiler alert jön azoknak, mondom, akik nem nézik csak az egész évadot egyben, butuskák, hogy az mennyire komoly volt, amikor bement fegyverért a csokit lopni, és a aztán kis gyerekkel. A gyereknek az a monológ, amit levert. És ha elmondom anyuéknak, akkor kikötözlek egy fához, és akárhogy ordít, azt nem fogsz tudni megszabadulni. De a zombik, vagy az élő halottak oda fognak menni, és az élő testedről fogják lezabálni a húst, és végig fogod érezni. És körülbelül ezzel a hanglejtéssel, a hangmagassággal, hú, az nagyon kemény volt. Charlie, megint egy korhatáros adás lesz. Ez, tudod, mi jutott nekem erről az eszembe, amikor a télapó olvassa Pistike 120. levelét arról, hogy küldjen neki piros tűzoltó autót. Na. Ez megvan? Nem. Nem. És akkor télapó ír neki egy levelet. Kedves Pistike, küldök neked piros tűzoltó autót. Rágyújtom a házad, bazd meg. Lesz ott 5 is. Télapónál elfogyott a célna. Igen. A másik ilyen az, amikor a gyerek ír Jézuskának levelet, tudod, hogy Jézuska, szeretnék egy biciklit, és akkor gondolkozik, biztos nem küld a Jézuska biciklit. Ne. És akkor egyszer csak ránéz Szűz Máriára, leveszi az asztalról, beteszi a fiúkba. Igen. Jézus, anyát túsz, küldj egy biciklit. Visszatérve még egy picit a Walking Deadre, azt nézted, Mujó, hogy az író az a Shoah-ból érkező David Erickson lesz. Nem, azt nem láttam. Úgyhogy iszonyat nagy nevek lesznek Hát ő se a finom kezéről híres. Igen. voltak ott érdekes momentumok a Sons of Anarchy-ban is. Hát a Robert Kirkman meg a Galen az meg természetes, hogy mint executive producerek azok maradnak és viszik ezt a vonalat. Én nem tudom megunni. Annyira durva volt most a mostani részben ezeket az embereket kimosakodva, kiborotválkozva, látni normális ruhában, annyira testidegen volt, hogy nem igaz. Igen. Hát Rick mikor megborotválkozott, új ember. Ruci, minden. Egyébként nem tudom, hogy hívják azt a csajt a vöröshajú katona mellett. Az a kicsit ilyen latina kinézetű csaj. Igen, még egy vállalható egy-kettő több ajtó csapkodást is érdemesnek tartó hölgyemény. És pláne normális ruhában. Úgyhogy jó lesz, várjuk. Most fölhoztam magam a vikingekkel is, mert most esett le, hogy már tart.
Ó, én megvárom, még az évad meg lesz. Ja, Istenem, mindjárt kitérek akkor. De nem, most elmondom, hogy nem értem az ilyet, hogy miért kell évad végéig várni. Egy, baromi hosszú ideig, és nem tudsz úgy neten lenni, hogy ne olvasd el, hogy mi volt az előző részben. A másik meg, hogy én azért szeretem úgy nézni, mert akkor van egy hetem arra, hogy elgondolkozzak azon, hogy mi volt, mi lesz, mire számít. Tök jó így egy kicsit forgatni az ember agyát. De az, hogy egy hét alatt, jó, a régieket én is így daráltam, a Soába, talán a Nem harmadik az évadba a baj, kapcsolódtam be. Charlie, hanem hogy most egy hétig várjuk a De következőre. figyelj már, ha van mondjuk 6-7 sorozatod, ami nem kirívó, minden napra van egy, vagy kettő. Bőven el vagy vele. Hát Ez a ízlés kérdése. Homelandet azt nem is tudom, azt valami 4 vagy 5 nap alatt tekertem le a 4 évadot, tehát Azt viszont tudjátok, hogy az a durva Kocsis volt. Tomi, annyit beszéltünk a Walking Deadről, hogy na most akkor már nekiállok én is. És küldözgette a képeket, hogy elkezdtem, túl vagyok az első évadon, és ő végig seggelte egy hétvége alatt, azt hiszem, 4 évadot. Úgyhogy kemény volt, és azt mondta, hogy nagyon tetszik neki. Azt akartam mondani, hogy ez ízlés kérdése. Van, aki egyszerre szereti letudni a sorozatot, te meg én nem vagyunk azok a fajták, Hát de akik most akkor miért öt mondasz nélkül más? türelmes. Adás előtt nem így mondtad. Én sem értem, hogy hogy, de vannak emberek, akik így nézik a sorozatokat. Én nem tudnám. Tehát amikor ott van, tudom, hogy ott van az új epizód, és nem. Nem. Én képtelen lennék rá. Nekem van olyan Később becsatlakozni egy sorozatba, bedarálni az előzményeket, az persze, az simán, de... kollégám, aki megnézi a sorozatot akkor, amikor megjelenik, majd utána megnézte úgy, ahogy megnézte. Ha elírás talál a szövegben, akkor, de tudod, hogyha mondjuk kalapos ő van az ő helyén, meg ilyenek, vessző, pont, nem magyar, nem jó arag, kijavítja, és évad végén megnézi megint az egészet. Akkurátus. Úgyhogy ilyenek is vannak. Hú, ezt is hányszor mondjuk, ilyenek is vannak. Menjünk át az olvasói kérdésekre? Én még elmondanám gyorsan az Jó. ajánlóit, mert hogy indult 3 új sorozat, amiben belecsaptam, ha már úgyis ilyen tavaszi szünet van a legtöbb sorozatnál, kitölteni a megüresedett időt, és 3 egészen használható és jópofa sorozatra sikerült ráakadnom. Az egyik az a Fortitude című sorozat, aki olyan neveket is jegyez, mint Christopher Ecclestone, aki a Ki vagy Dokiban játszotta az egyik inkarnációját a Dokinak, illetve Darren Boyd, egy nagyszerű angol komikus, és itt speciál nem éppen a komikus vénáját csillogtatja ebben a sorozatban. Ez nagy vonalakban arról szól, hogy Norvégia fölött, északon, tehát még attól is följebb, Svalbard fölött egy kis szigeten van egy kisváros, ahol nagyon békésen, békében él mindenki, egészen addig, amíg egy szörnyű gyilkosság nem történik, és akkor beszippantanak egy amerikai származású, de angol zsarút, hogy segítsen be a nyomozásba, és akkor ez a kis közösség mindentől elzárt, titkok jobbra-balra, egy ilyen viszonylag lassabb sodrású, de egy egészen érdekes sorozat, és én utálom a havat, de ebben irgalmatlan mennyiségű hó van, de biztonságos távolból a képernyő túlfelén, és hogy ilyen nagyon érdekes hangulata van. Úgyhogy ebből a szempontból, ha valaki szereti az ilyen lassabb sodrású, drámás dolgokat, annak tetszhet ez. A másik, ez tegnap indult, és nem is tudtam, hogy létezik ilyen, a PlayStation Channel-en. Esküszöm, van ilyen, hogy PlayStation Channel Van. a Hát most nekem Sony-nak. is tudtál újat. Nyilván a Sony-nak egy vadhajtása, és a PlayStation Studio vagy PlayStation Channel csinálta ezt a történetet, történetet. Powers néven fut a sorozat, tegnap volt az első része, és egy szuperhősös sorozat egy olyan világban játszódik, ahol egymás mellett élnek a normális hétköznapi emberek és a szuperhősök, és a főhős egy ex-szuperhős zsaru, aki elvesztette a szuper képességeit. Még nem annyira derült ki, hogy mi lesz itt, de egészen ez egy ilyen sodró lendületű izgé kócerály. És ami még érdekes, az a sorozatra vitték a 12 majom című filmet, regényt,
hogyha valaki látta, ugye... Hogy lehet abból sorozatot Na ezt csinálni? akartam kérdezni, hogy abból a sztoriból vajon hogy? Elmondom nektek, elkezdtem nézni én is, és hát ugye az első 10 perc az szinte teljesen analóg a mozifilmmel, és én is forgattam a fejembe a gondolatot, hogy na most ezt most meg fogom nézni egy évadra széthúzva a mozifilmet, hogy ebből mi lesz. De nem, mert már az első 10-15 perc után kezdenek egy kis csavarokat belevinni, és másképp megy egy kicsit a történet, nem fogok spoilerezni. De egészen érdekesnek ígérkezik. Ez most a harmadik, negyedik epizód környékén jár kb. Hát Jó nem, pofa, nem jó tudom, pofa. én melyikkel voltam így, várjál. Nyilván a fővezércsapás az ugyanaz, tehát tudjuk, hogy miről fog szólni, de ilyen kis nüanszokban, részletekben nagyon szépen csavarintottak rajta. A Human Target-et te nézted? Igen. Nem tudom, én azt a negyedik résznél elkaszáltam. Nem bírtam. Nekem az olyan sablonos szar volt, hogy vagy ha beindul, akkor mondjad, mert akkor nézem tovább, de észrevettem, hogy van olyan epizód, hogy két meg három részletbe kell megnéznem, mert nem bírom. Hát a Human Target egy kicsikét a bugyutáskább vonalra ment rá, ugye, és én azt azért néztem végig, mert hogy Chi McBride szerepel benne, és én nagyon szeretem őt, mint színészt. És ott igazából nem a de jó engem sztori, is nem az a ő jó neve vitt, írás. csak a sztori meg kaszálja nálam. Szerethetőek a karakterek, én azért végignéztem. Volt egy ilyen párosítás, most nem fog eszembe jutni, hogy mi volt a másik, de és az egyik se, úgyhogy akkor inkább nem mondom, majd inkább jövő hétre fölkészülök belőle, de ott volt egy két hasonló témájú sorozat, és az egyik ilyen véresen komolyan véve ment a történetírás, a másik meg szintén egy ilyen bugyutásabbra véve a leverage volt a bugyutásabb vonal, és hogy ott viszont kurva aranyosak, szerethetőek voltak a karakterek, és én amiatt megmaradtam mellette, de a sztori szempontjából meg egy kicsit blőd volt. Úgyhogy ugyanez van a Human Targetnél is, hogy egy kicsit blőd, valószerűtlen és jó, de én a Chi McBride miatt végignéztem. A telefonom koppant egyet, akkor jegyezzük meg, mik jönnek mostanában. Under the Dome, Lost Ship, Silicon Valley, nagyjából ennyi. És természetesen... Jó, áprilisban kezdődik a Game of Thrones. Hát azért mondom, igen, de ezek azok, amik így hirtelen a telefonomban voltak, meg hát a Vikingek már megy, és ott is lesznek érdekes szálak, ahogy most nézegettem. No, mindegy. Menjünk át szerintem az olvasói kérdésekre. Igen, befejeztem a sorozatozást. Még az olvasói kérdések előtt beszéltünk a kókuszzsírról, mint olyanról, és Boris is bevásárolt belőle. Coconut Fisting Fat. Úgyhogy, és ha már Boris, ez még egy ilyen zárójel, zárójel, a végén ne felejtsük a kettő zárójelet lezárni, hogy sokan azt hiszik ám, hogy én vagyok az arc nélküli vaper. De nem, és majd valamikor egy-két héten belül remélem, hogy tudunk csinálni közösen egy videót. Boris, az arc nélküli vaper, és én, ahol mind a hárman megszólalunk egyszerre, de hát ti tudjátok, hogy nem én vagyok, úgyhogy erősítsétek meg nyugodtan. Össze greenboxozod. Tuti, te vagy. Kösz. Biztos. De nem, már... Megoldja. A hangotok is más. Na, úgyhogy ennyi, és akkor most egy-kettő zárójel bezárva. Miklós József kérdezte, megy a vita egy csoportban a VG-PG arány térfogat vagy tömegszázalék? Tehát, hogy mit tudom is én, az 50-50-es VG az gramra van meghatározva-e, vagy űrmértékre? Hogy kell számolni? Nyilván, hát, hogy űrmértékre számoljuk, mert súlyra igen eltér egymástól a két anyag. Nem is tudom, szerintem a végéből... Nem is tudom, hogy ez kibe jött elő ez a... Hát biztos unatkoztak, aztán valamit bizony, dobjunk föl témának, tudod. Ja, sok hülyeséget kérdeztek már, de nem, tehát ez nyilván, hogy térfogatra számoljuk. Én ezt úgy fogalmaztam meg, vagy úgy foglaltam össze, hogy senki nem akadályoz meg senkit, hogy térfogat alapján csinálja, de hogy gyakorlati haszna nincsen, és túlbonyolít mindent, az biztos. És hát a kérdés a legegyszerűbb válasz az, hogy
Dekára veszed az E-likvidet, vagy milliliterre? A milliliterre számolunk mindig. Tehát amikor kiméred is millilitert mérsz, Hát de lehet, hogy ő nem annyira kap. tudományos, hogy ő már nem úgy számolná. Jó, oké. De, de, akkor az aromá, de akkor az aromákat is külön-külön gramra. Jó, de akkor kérni fogok tőle 10 dek a likvidet, de szeletelve. Na ne reszeljük tovább a fingot, mert tényleg fölösleges. Bárány Miklós kérdezte, a Liquid Garden levesre miért van ráírva, hogy nyomokban mogyorót tartalmazhat? Mert tartalmaz mogyoró aromát. Nyomokban. És nyomokban, és ezért allergén információk miatt muszáj föltüntetni, hogyha ha ilyen lehet a likvidben. Még szerencse, hogy sertésfej hús nincs benne. Igen, például, vagy bőrke. Vagy mechanikusan vagy... eltávolított nyesedék. Igen. Igen. Miklós József kérdésénél a nevet említsem? Nem az övét, természetesen. Szerintem nem. Jó. A, kiskorú, csak a monogramját. A KK nevű kiskorú... nem, ezt nem így szokták a tévében sem. K. Kevin nevű kiskorú nepperünk kioktatott az E-cigi bazár nevű csoportban, hogy ne dumáljak arról, hogy ő kiskorú, mert nincs a szabályzatban erre vonatkozó tiltás. Lehet, hogy az admin is az. Szélmalomharc. Hát nem tudom, mert szerintem ma redukáltam a csoportjaim számát. Tényleg, amit az elején is mondtunk, de mondjátok, ha nem így gondoljátok, hogy mindenki annyi idősnek hazudja magát, amennyinek akarja. Amennyinek akarja, így. A igen. Következő kérdés. G. Dénes, azaz Garambvölgyi Dénes kérdése. Sziasztok! A kérdésem az 1000 mAh töltésre irányulna. Normál minőségű 18650-es esetében árt, nem árt? Vagy inkább 500 milliamperrel töltsük, ha lehet. Én erre azt mondom, hogy nem lehet megmondani, nem tudjuk milyen aksid van. Minden akkumulátornak van egy arányszáma. Ezt C betűvel jelölik, és ez a C betű jelöli az akkumulátor névleges kapacitását. A legtöbb aksinál ez 1C jelölés. Ez jelenti azt, tehát, hogy az 1C-vel történő kisütés használat az a cella névleges kapacitásának megfelelő áramerősséget jelent. Tehát, hogyha van nekünk egy 1000 mAh 1C-s kisütési arányjal terhelt akunk, akkor az 1000 mAh-t egy órán át képes leadni. Ugyanez az aksi, hogyha fél C-s, tehát 0,5 C-s, akkor 500 mAh-t szolgáltat 2 óra időtartamig. Tehát az arányszám és az akkumulátor teljesítménye az, ami meghatározza, hogy mivel lehet észszerűen tölteni, értelemszerűen. Ezek utána rákérdezett, hogy az a lila efeszt, ami neki van, hogy azt lehet-e mondjuk 1 amperrel. Én úgy szoktam mindig csinálni, hogyha éjszakára hagyom a töltőn, akkor 500 milliamper éjszakán keresztül tölti kényelmesen, és mindenkinek jó lesz. Hogyha nagyon gyorsan kell, akár 2 amperrel is tölthetem egyébként, hogyha rohanóban vagyok valahova, van egy órám, beledobom, semmi baj nem lesz egyébként, mert az az aksi bírni fogja. De mondjátok ti is a véleményeteket, hogyha... És bocsánat, annyi az egészhez még, hogy most itt, hogy ugye mondtam ezt a kisütés, meg töltés, az, hogy töltesz vagy kisütsz, az gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy ennyi energiával teszed be az energiát, vagy annyi energiával veszed ki belőle a töltést. Tehát ilyen szempontból a C-érték az vonatkozik a töltésre is, és a kisütés ugye mind használatra is. Ja. Fifika akart mondani valamit.
Nekem 1 amperes töltőm van, tehát kettővel például nem tudok tölteni, de nem is tudom, fél amperrel szoktam tolni az aksikat, mert van idejük egész éjszaka töltődni. De egy olyan aksit töltesz, aminek mit tudom is én, hát nekem szerintem a legkisebb 20 amperes, akkor minden további nélkül lehet. Hogy van egyébként a C meghatározva, Csárgy, hogy a töltés az hány C-vel mehet? Hát a töltés az simán mehet ugyanannyi C. Tehát hogyha neked van egy 2000 milliamper órás aksid mondjuk, és neked az 1C-s, akkor azt simán töltheted 2 amperral. Na, így van. De ugye van egy ilyen íratlan szabály, hogy azt szokták mondani, hogy a C felével illik tölteni, de nyilván ezt nem kell betartani, hogyha éppen sietsz, mint Charlie szokott Hát azt kell sietni. alapul venni ezt az 1-2 C-t, valahova e közé esik mondjuk egy normál aksi. Nem is ezeknél az aksiknál kritikus egyébként a töltés nagyon, hanem mondjuk a lipo aksiknál, vagy mondjuk nikkel-kadmium. Tehát ezek, ugye a lipo aksinak a töltés, ezt modellezés köz, vagy modellezők szokták használni ezeket a lipo aksikat, és ott még külön vehetsz hozzá, ha jól tudom, ilyen kis zsákot, amit bele tudod rakni magát a töltőt, aksival, mindennel, hogyha esetleg baj van, és ha robban, Na, akkor az így ott van. csúnyán robban, akkor az megfogja. Ezt Egyrészt, is. másrészt meg ott durván veszik ki a teljesítményt, tehát még a mi, mit tudom Hát én, fél ohmos tekeréseiket is fölül tudják lazán múlni, tehát ilyen 30-40 ampert is képesek kitolni az aksiból, hogyha arról van szó, és Ott ilyen percek alatt 0-ra 10-15-25 szívják. C-s aksikkal, sőt 40 C-s aksikkal is lehet találkozni, úgyhogy Tehát azért egy helikopter modellben mondjuk egy ilyen cucc az 5 perc alatt leszívja azt a cellakapacitást, ami ott van. Úgyhogy az nem... Ja, hát és ugye van egy feszabályzó, ami képes arra, hogy leszívja ilyen mértékben az akkumulátort. Tehát ott se viccelnek. De ők legalább tisztában vannak azzal, hogy mit csinálnak. Én egyébként 1500-tel szoktam tölteni, azért a 18650-eseim ilyen bivaj dögök, hogy ezt 1500-tel töltöm, viszont én nem használom az 500-asat, csak a 18350-hez, mert én meg nem hagyom soha őrizetlenül a töltőt, tehát éjszakára nem hagyom úgy tölteni, inkább kiveszem. Egyébként a legegyszerűbb úgy meghatározni, hogy mennyivel tölthetsz, bocsánat, Krisztián, hogy közbeszóltam, hogy megkeresed az aksidon, hogy hány milliamper órás, és mondjuk ott van rajta, hogy 700 milliamper óra. És ha tudod a C értékét, akkor azt simán megszorzod vele. Tehát, hogyha neked, most megnézem, hogy mennyi a lila eFest nagy aksi. Pászeg, nem nézem meg, mert zöld Sony van a... De hol vannak a lila efesztek? Na mindegy, mennyi most a lila efeszt? 2500 milliamper? A 2, 4, 2, 5, 2, Na, 5. valahogy így, 1C-s aksi, megszorzod, 2,5 amperrel tudnád tölteni üzembiztosan, akár. Ha te ezt 2 amperrel töltöd csúcson, akkor sem történik semmi baj. Hát Így. így. Jó, menjünk tovább. Ugorjunk. Bartók Csaba, mit szóltok ahhoz, hogy mentol kristály plusz 96% etanol? Szerintetek helyes az, ha ilyet árul webáruház? Hát, mi? Attól függ, milyen webáruház, én be Hát, vagyok arra. Igen, ez nem valami kis RC modellhez etanol, igen. illatosított üzemanyag, mert hát 96% etanol, ne vicceljünk már. Ez Na. az illatos bioautókhoz. Hát ez már tényleg nem tudok erre mit Hát az, mondani. várjál, az etanol, az ugye etil alkohol.
nem is tudom. Tehát mire árulja? Tehát van mellé kocka cukor, vagy mi a túró ez? Érted? Mert ez ugye ennek volt egy élelmiszeripari változata, azt úgy hívták, hogy borsesz. Az, me az megint más. Nem, csak arról az ugrott be nekem, és azt fú, de szeretem. Úgyhogy hát én nem tudom. De ezt, ezt minek árulják, érted? Na, hát igen, az tök jó lenne tudni, hogy ezt milyen topikban. Ez van valami köze, mert miért A mentol kristálya meg iszonyú óvatosan kell bánni, mert pillanatok alatt lehet vele telített oldatot készíteni, aztán csodálkozó, hogy olyan lesz a likvided, mint a jégpálya teteje, de ilyen tudod, 3 perc nyugalom, és akkor így bepókálósodik az egész. Úgyhogy én például azt hiszem, még nagyon-nagyon kezdőkoromban, utána 4 évvel ezelőtt vettem mentókristályt, és akkor így egy pillanatok alatt tudtam csinálni egy ilyen telített oldatot, hogy ki se jött az üvegből. Aztán abba hagytam, illetve a patikus is mondta, hogy hát ezzel nem kéne azért kísérletezni, mert nagyon óvatosan kell vele bánni. Úgyhogy azóta csak vépelhető mentol aromákat használok. De engem ez az etanol... De ez az etanolt nem tudom hova tenni, érted? Ez nem időbe való. A kandallóba, abba tök jó. Boriszt kéne megkérdezni, mert lehet, hogy ő már találkozott ilyen orosz etanollal, amit egyébként vodkaként árultak valahol. Az etanol egyértékű telített alkohol, a homológsor második tagja, ami az első után és a harmadik előtt van. A mindennapokban az alkohol, szesz szavakat az etil alkoholra értjük, úgynevezett alkoholos italok etanolt tartalmaznak. Etanol, E85, autóba való. Jó. Ennyi. Ja, a sor második tagja az már a metanol. Menjünk át akkor szerintem vissza a videóra és a kultúra rovatra. Ez a videó, ez mi? Hogyan pakoljunk? Tanuljunk. Ezt neked raktam föl, Charlie, abból az egyszerű okból kifolyólag, hogyha majd így húzod a felhőket arra a csendes óceán fölött, hát arra akkor, semmiképp nem, Atlanti. Vagy a Atlanti óceán fölött, akkor majd könnyes szemben emlékezzél meg róla, hogy pont egy bőröndel kevesebbet kellett vinned az miatt, mert ezt a videót én megmutattam neked. Sheldon Coopertől tanultam meg stokizni, úgyhogy pont az előző részben. Egyébként nagyon jó pofa. Nyilván itt a tekerés az nem arról szól, amiről nekünk szól a tekerés, de hogy ez egyébként egy militári stílusú ruha összehajtogatás, amitől a bőrönd éppen fel annyi van, éppen fel annyi helyet fog elfoglalni a ruhád, mint ahogy azt tervezted eredetileg. Tehát meg fogom mutatni mindenféleképpen a feleségemnek. Érdemes. Megmutatom neki, és megmondom neki, hogy mennyire örülnél neki, hogyha megérkezés után mindent vasalhatnál ki újra. Várja, és a poén, hogy nem kell vasalni. Na, tényleg érdekel most már ez a videó. Összehajtod, és nem kell vasalni. Eszméletlen jó, tehát mindenkinek ajánlom, hogy nézze meg. Sőt, ha gyűrött ruhát vagy hajtogatsz össze, a végén ki lesz vasalva. Az a végén ki fog simulni, így van. Egy ilyen atlanti repülőút alatt bizonyára. Ez a kultúra robot, ez a komplet kultúra, film? 2000 egy gyűrűd vissza azért került oda, mert a fölújított filmet, tehát ez nem azt jelenti, hogy hozzátettek, elvettek, vagy bármi, hanem az eredeti kópiát digitálisan följavították, remaszterelték gyakorlatilag. Egyszerűen megkerülhetetlen a film, a világ 10 legjobb filmje között tartják számon a mai napig. Ugye már nem él a Stanley Kubrick, aki, illetve már az Arthur Clarke, aki a forgatókönyvet írta. A Maja Mendertől meg a regényt utána, tehát azt a film után írt, azt igen, gondolom. Igen, azt nem tudtam. Nem, tehát előbb volt a film,
A Clark megírta a forgatókönyvet, a Csillaggyermek című novellájából csinálták meg a filmet, és a filmhez még annyi mindent hozzátett a Kubrick a saját maga stílusában, hogy a Clark gyakorlatilag a film után megírta a regényt. Ugye a majomembertől a Csillaggyermekig tart a film, én mindig ezt szoktam mondani. Az Amerikai Filmakadémia egy 20 ezer oldalas tanulmányt íratott a filmről. Egy csomó jelenetet a mai napig tanítanak mindenféle filmakadémiákon és talán esztétikai kurzusokon. Minden, tehát én meg fogom nézni, nem, még nem tudom, hogy, de valahogy el fogok jutni a moziba, mert ez az a film, amit csak moziban érdemes nézni, és az a film, ahol nincs hangja az űrhajónak, ez kurva fontos, gyerekek, tehát igen, hogy a világűrben olyan vákum van, érted, hogy a fejedből kihúzza azt a kevés zsinort, ami benne van, tehát mindenféleképpen érdemes megnézni. Aki nem érti, az meg szerintem az is nézze meg, csak utána gondolkozzon el rajta, hogy miért. Hát az az igazság, nekem meg kell, hogy nézzem, mert én szerintem voltam, vagy 12 éves, mikor megnéztem, és valami iszonyat dühöt éreztem a film végén, hogy basszátok meg, én a kurva monológot vártam, vagy legalább egy sort, vagy valami, de semmi. Fú, de dühös voltam. De akkor most nekiállok felnőtt fejjel, megnézem hátra. Zseniális a film. Szerintem ez az a film, amire úgy kell beülni, mint amikor a csirkecsontról leszopogatott oda a legfinomabb falatokat. Tehát, hogy beülsz, elengeded magad, és átadod magad ennek a látványvilágnak. Hát azért úgy annyira ne engedd el magad, tehát a záróizmokat, meg ilyeneket azért... Záróizmokat nem. Én bevallom, férfiasan férfik, a fogalmam nincs arról, hogy milyen lehet, amiről meg beszélt. Soha nem ettem ilyet. Na jó, fiúk, lehúzzuk a rolót? Igen. Le. Hát vigyük, hol járunk. Hát meg milyen gyerek az idő. Hát az tök jó, 1:48-nál járunk most adás időben. Mert időbe kezdtünk, Krisztián. Igen. Igen, ezért. És miután ti leteszitek, én még egyszer elsírom magam, hogy görnyedek tovább a gép előtt, tehát fejezzük be. 55. adás. Annyi. Annyi kérdés, most olvasgatjuk itt, vagy olvasgatom. Annyi kérdés van, amire annyi hülyességet tudtok kérdezni. Igen, annyi kérdésre adna választ az internet ezer zsebű bugyra, hogy szerintem nyugodtan szakadjon mindenki rá a következő mondatra. Let me Google that for you. És írjátok be ezt a keresőbe. Vagy ha nem, akkor be fogom tenni a linkjét, és kattintsátok meg. Aki segítséget... Vagy ha nem, akkor megkattintjuk helyettet. Igen. És akkor szerintem jó az, ha ez az adás címe? Jó lesz. Semmi köze nincs az 55-höz. Tarvant életbe. Na, kell ez a kis romantika. Fiúk, egy élmény volt veletek a mai beszélgetés is. Jövő héten találkozunk, addig pedig mindenkinek jó gőzölgést, örülök, hogy itt voltatok. Sziasztok! Egy élmény volt. Sziasztok! A fontos zsömlékkel vigyázzatok. Sziasztok! De hülye vagy. Nem vagy. Már így maradt.